Kis Anikó, a Tolna megyei ebbtenyésztők és ebbtartók egyesületének elnöke fogadott minket pályájukon. Rengeteg hasznos információt tudhattunk meg tőle. Vannak olyan bizonyos jelek, amik megjelennek, amikor már kezdenek túlhevülni, hogy a testhőmérsékletük melegszik, ők csak a nyelvük felületén képesek párologtatni, és ezért hamarabb hajlamosak arra, hogy túlhevüljenek. És például ilyen jelek, amikor túlzottan lihegnek, és már szinte megállás nélkül folyamatosan lihegnek, a pulzusok, szívverésük felgyorsul, akár az ínyük, a nyelvük is elszíneződhet sötétebb színre, de hányás is jelentkezhet, ezek már tényleg olyanok, amikor azonnal abba kell hagyni és orvoshoz fordulni. Tehát ezt mindig törekszünk arra, hogy soha véletlenül sem érjük el itt a kutyasulis foglalkozáson. Alapvetően nálunk engedelmes tréningek vannak, ami hát azt jelenti, hogy ez a klasszikus láb mellett követés, jön a kutya, feladatokat hajt végre, és mindez csoportban, tehát több kutya egymás mellett végzi. Ezáltal megtanulják a feladatok végrehajtás mellett azt, hogy más kutyák társaságában is szépen rendesen viselkedjenek, és tényleg ne legyen rájuk az utcán sétaközben sem probléma. Amire ilyenkor nyáron nagyon figyelni kell, akár az otthoni lemozgatásnál is, hogy ezt a túlhevülési pontot ezt ne érjük el a kutyáknál. Mindenképpen olyan feladatokat válasszunk, amik nem nagyon erőteljes fizikai aktivitással járnak. Például ne ilyenkor akarjunk velük futni menni, reggel 9 óra körül, mert az nagyon sok lesz a kutyának már. Próbáljuk meg, hogyha egészségügyi sétára kell őket levinni napközben, azt is röviden intézni, és a betont is elkerülni, mert a kutyáknak nem csak a nagyon meleg, de a talpuknak a forró beton, a forró homok is nagyon ártalmas lehet. A szobában is lehet számos gyakorlatot elvégezni, vagy akár kint az udvaron árnyékos helyen. Ilyen például egy szimat munka, leegyszerűsített változata. Kis utalomfalatokat elrejtünk akár a lakásban, akár az udvarban, kis ilyen dobozkák, vagy bármilyen, tényleg bármi használható erre, akár homokozó játékok alá is, és a kutyának ezeket kell megkeresnie. Ugyanis a mentális fárasztása a kutyának épp olyan fontos, mint a fizikai, és ebben a melegben erre sokkal jobb lehetőségek adódnak, és sokkal nagyobb szükség is van, mint tényleg a kutyának a futtatására, egy intenzív labdázásra. Amit még csinálhatunk, az a trükktanítás például. Nagyon jó kis videók érhetőek el az interneten, vagy leírások, és az, hogy megtanítunk akár napi egy-két trükköt a kutyának, és utána ezeket gyakoroljuk vele, ez is nagyon el tudja fárasztani. És utána akár hosszabb időre is kidől és elalszik. Amivel segíthetjük a kutyánkat, mindenképp, hogyha az udvarban tartjuk, akkor legyen számára egy árnyékos hely, ahova elvonulhat. Az én kutyusom például nagyon szereti a szigetelt kutyaólat ebben a meleg időben is. Nálunk ez fent van egy fedett teraszom, és oda be tud húzódni, hogyha melege van és ott alszik. Mindig legyen a kutya előtt friss víz, amit naponta többször is cseréljünk le. Nagyon fontos, hogy amint említettem is, a kutyák nem tudnak izzadni, és a friss vízzel azért tudják hűteni magukat. Ami még fontos lehet, be tudunk szerezni akár egy hűtőmatracot, vagy akár kitehetünk egy kis vizes lavort, pici medencét az udvarba a kutyának, nagyon szívesen bele mártóznak ebbe is. A szobában viszont a klímával nagyon figyeljünk, mert a túlzott hűtés az ártalmas lehet a kutyára, ugye meg tudnak ők is fázni. Valamint, hogyha a nagyon hideg helyiségből kimennek a nagyon meleg udvarba, az sem tesz nekik jobb, tehát az ilyen nagy hőkülönbség. Nyáron még nagyon ajánlom a kutyás strandok felkeresését, a Balatonparton is van, a Velencei tónál és Pécs mellett is. A kutyák nagyon szeretik, és ezek általában olyan helyek, ahol a kutyák és a gazdik együtt fürödhetnek. Természetesen minden kutyás strandon be kell tartani az oda vonatkozó etikettet. A legtöbb kutyás strandon szerencsére van kutyás bejáró is, tehát a partról semmiképp sem kell a kutyának beugrani a vízbe, hanem ezek ilyen rámpák, és ott könnyen be tudjuk csalogatni, akár egy kis jutalomfalattal, akár a kedvenc játékával. Az a fontos, hogy nem szabad erőltetni, semmiképp se dobjuk be a kutyát a vízbe.
hogy tessék úsz, mert az neked majd jó lesz, mert akkor lehet, hogy ezt a félelemérzetét vagy bizonytalanságát csak tovább fokozzuk. Tehát próbáljuk meg valahogy finoman becsalogatni. Hogyha a kutyus szereti a pocakját, akkor tényleg jutalomfalattal vagy kedvenc játékkal, és szépen fokozatosan. Az se baj, hogyha az első alkalommal nem fog a vízben ugrálni és önfeledten játszani, meg fogja szokni. Viszont vannak olyan kutyák, amik tényleg nem szeretnek fürdeni, akkor az ő esetükben érdemes akár egy kicsit lemosni őket, hogy a testük ne hevüljön túl. Viszont a kutyástrandon, a vízparton is kell arra figyelni, hogy ott is kaphatnak hőgutát, vagy túlhevülhet a kutya teste. Tehát mindenképpen hűteni ott is érdemes, hogyha nem megy be magától a vízbe. Zsivány épp a homokozó eszköz alatt eldugott nasikat próbálja megszerezni egy árnyékos részen. Lednecki Mercedes oktató mutat be vele pár feladatot, amit otthon is el lehet végezni ilyen melegben. Ő egy Moody Mix, hatalmas energiaszinttel rendelkezik, mint ahogy látjátok. 4 éves, és igen, mindenről van véleménye. Jó. És BH2-es munkavizsgával rendelkezik. Most fogjuk csinálni összenekkel. Okay. Hát ő egy nagyon lobbanékony kutya. Ezek különböző trükkök, és majd egy keresés lesz a végén. Jó? Jó. Okay. Ja. Ja. Szuper. Le. Back. Bravo. Kos. Igen. Lelok. Yeah.